én mindig ezt mondom, hogy úgy viselkedj az idős emberekkel, hogy egyszer te is megöregszel. Kétezer óta dolgozok itt a Családsegítő Központban, először képesítés nélküli gondozónő, utána elvégeztem a szociális gondozó iskolát, és akkor mindjárt vissza is kerültem ide dolgozni. Itt kint Mözsön 14 éve vagyok. Hogy reggel 7:30-kor jönnek az idős emberkék, kávét főzünk, kávézunk, beszélgetünk, megbeszéljük a napi aktuális témát, az újságot, torna, éneklés, vérnyomásmérés, meg hát van a mentális gondozás. Az Magdini, mind a két lábadat, nem csak az egyiket. Két lábad van. Megbeszéljük a problémákat, mivel hogy ők legtöbbje egyedül él, de van, aki családban, hát adódnak otthon olyan problémák, amit nem tud megbeszélni a családtaggal, és akkor itt közösen olyankor meg szoktuk beszélni, hogy mi lenne a jó, meg mi a nem jó. Az nagyon jó érzés, mikor tényleg olyan emberen tudtam segíteni, hogy mikor elment innen, annyit mondott, még a mentős is azt mondta, hogy tiszteld meg magadat ebbe. Azt mondta az emberke, mikor ment ki, hogy nővérke, hogyha maga nem lett volna, én már rég meghaltam volna. Szeretem őket. Szeretem az időseket. Csak így tudnám kifejezni. Mikor mondta a főnök asszonyom, akit nagyon szeretek, meg tisztelek, mert tényleg egy nagyon jó vezetőnő volt, most sajnos elmegy nyugdíjba a Páskiné. Hát nagyon örültem neki.